Házaspár 7 fordulóban tette próbára kapcsolatát. Amíg a szülők versenyeztek, addig a gyerekek kézműves foglalkozáson vehettek részt. A kisebbek bagoly családot készítettek, a nagyobbak pedig szurkoltak a szüleiknek. Huszka Diana szülei 15 éve házasok, a legtöbb kérdésre jól válaszoltak. Anyáik sok kérdésre tudtak válaszolni. Mi a fél kérdés? Itt az hármas válasz. Készülni nem készültünk, de úgy mégis azért beszéltünk egy-két dolgot, hogy kinek mi, mit szeret, mit pontosan, hogy biztos azért, de reméljük, hogy úgy lesz mind a ketten. Tudjuk, vagy ismerjük talán annyira egymást. Jobban mondva, csak átbeszéltünk, kinek mi a kedvence, meg ki mit szeret, úgyhogy de tudjuk azért. A vetélkedő jó hangulatáról Csernik Árpád színész, a Panna reggeli egyik műsorvezetője gondoskodott. Természetesen az a kérdés, hogy mennyire ismerik egymást a házastársak, mennyire tudnak kritikus helyzetben együttműködni. A versenyfeladatok között vicces ügyességi feladatok és activity is volt. Próbáltuk egy kicsit színezni a dolgokat azzal, hogy esetleg mit gondolnak bizonyos dolgokról, az is legyen benne, a közös érdeklődési kör, és természetesen próbáltunk olyan ügyességi feladatokat is belevinni, aminek valami köze van a házas élethez. Az egyik feladat során a házaspároknak egy szájban tartott szívószálat és spagetti szálat kellett összeilleszteni. A kisengi házaspár ezt 7 másodperc alatt oldotta meg. Én nagyon jól éreztem magam, nagyon-nagyon szimpatikusnak találtam a feladatokat is, és inkább ilyen, hát talán az, hogy ugye a házaspárok is egymás közt egy kicsit így lazábban kezelték ezeket a helyzeteket. Miután a férfiak bekötött szemmel, a kezek tapintása alapján megtalálták nejüket, a zsűri vacsorával és tárgynyereményekkel jutalmazta a környék legjobb házaspárját. A végeredmény alapján fontos.